Koprodukciós előadásra zárt az idei fesztivált a Népkör csapata. Bartók Béla és Kodály Zoltán munkásságának néhány mozzanatát állította színpadra közösen a Szabadkai Róna és a Kecskeméti Táncegyüttes. Nagyon nagy kihívás elé állított bennünket ez a produkció, megmondom őszintén. Saját magamat is kihívások elé állítottam, mint alkotót és rendezőt, de a már meglévő koreográfiákból táplálkoztunk. Nagyon komoly szakmai és elméleti utánajárást és kutatást igényelt, míg áthatott a lelkemet a Bartók gondolatmenete és az ő gondolkodásmódja, de azt hiszem, hogy sikerült megtalálni magunkat benne. Lukács László, a Kecskeméti Táncegyüttes művészeti vezetője elmondta, egy évig készültek erre a táncszínházi előadásra. Sok közös és külön próbával állt össze a végleges forma. Egy közös nyelvet beszélünk, és itt most nem csak a magyarra gondolok, hanem a néptáncra. És a néptáncból táplálkozó gyökereinkből fakadó néphagyományra. Úgyhogy mind a két csoport nyilván ebből táplálkozott, és a Kodály és Bartók feldolgozásokra, zongoraművekre, hegedű duókra, mindenféle szimfonikus művekre is ebből a forrásból merítettünk. Ezzel hivatalosan is véget ért a 21. Interetnum Fesztivál. Később a Népkörben éjszakába nyúló klubestet, Goodbye Partit tartottak a fesztivál vendégeivel.